akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádión. Mihálovics Andrással. És... Gántor Endrével, jó reggelt kívánok. Én is csak egy nagy levegőt vettem, igen. Igen, kikényszerített hiba volt, hogy beolvastalak, igen. Jó reggelt kívánok. És természetesen a kedves hallgatókkal 06302010909 számtalan jó ötlet érkezett arra, hogy úriemberek módjára hogyan játsszuk ezt le, András. A táncpárbaj például zseniális ötlet nem, volt egy kedves nagyobb hallgatót. Ennél szúrást velem, mint hogy táncpárbaj. Mert a gladiátorok nem, az indiánok táncolnak. Hát például van az esőtánc. De minek? Ez is ilyen hamis sztereotípia, mint a kinik-kinik. Nincs esőtánc. Sokféle tánc van. Takarótánc, fűtánc, bagolytánc, ezek mind vannak. Bölénytánc, stb. Ezek mind vannak, de ez nagyon jó, hogy szűk keretek között. De mi a baj? Akkor tudsz táncolni indián táncokat. Ezt én mindig mondom neked, hogy én nagyon sokáig néptáncoltam, még rá nem jöttem, hogy ahogy én táncolok, nincs olyan nép. Igen. Hát akkor szerintem csapjunk bele a húrokba, és mesél a múlt rovatunkba. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink. Hát reneszánsz emberekről és polihisztorokról tudunk a történelem során, sok mindenkit illettek ezzel a névvel, de az nagyon érdekes, hogy az olasz újságok mit írtak, amikor 84 éves korában elhunyt Umberto Eco. Azt írták, Umberto Eco az utolsó ember volt, aki mindent tudott. Róla beszélgetünk most Katona Csaba történésszel. Szervusz, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt kívánok! És ez az idézet, ez mindjárt meg is adta az alaphangot, mert hát nyilván ebben van némi nemű, hogy Ecohoz méltóak legyünk, fikciós túlzás, hogy mindent tudott, de Umberto Ecot olvasva az embernek tényleg olyan érzés van, hogy mindent tudott. Legfeljebb nem írt meg mindent, mert nem volt rá ideje, vagy nem volt hozzá kedve, inkább ez utóbbit mondanám, de tényleg olyan érzésünk van, hogy mindent tudott. Tudod, van az anekdota róla, amit meg is írt egyébként, azt hiszem, a Gyufa jegyzetekben, hogy szokták kérdezni tőle, amikor meglátogatják őt otthonában a könyveket látva, hogy és ezeket mind olvasta? És arra azt válaszolta, hogy nem, ezek csak azok, amikből éppen most dolgozom. A többiek bent vannak az egyetemi irodámban. Igen, és ugye figyelembe véve, hogy körülbelül 50 ezeres könyvtára volt saját bevallása szerint, ez egy erős üzenet volt, fogalmazzunk úgy. Oké, szóval, hogy szerintem sokan, akik szeretik, olvasták Umberto Ecot, ismerik az életrajzának több olyan szakaszát, ami nagyon fontos volt az író professzor számára. Több személyes, önéletrajzi ihletésű írománya is van, de akkor egy kicsit te mesélj, te hogy látod őt, mit tartasz fontosnak? Hát ezt nagyon nehéz lesz a rendelkezésünkre álló rövid időben összefoglalni, de hát valójában itt arról van szó, hogy amit nagyon-nagyon határozottan meg tudott jeleníteni, az a következő, hogy egy mélyen humánus, nagyon-nagyon nagy humán és nem csak humán műveltséggel rendelkező brilliáns elme, az igenis tud vicces és humoros lenni, és úgy tud humorral beszélni nagyon-nagyon fontos kérdésekről, hogy miközben az ember mosolyog a végén, azért mégiscsak arra jut, hogy nagyon-nagyon el kell gondolkodni azon, hogy egyáltalán, ahogy mondani szokták, mi végre vagyunk-e világon, és hogy nem csak egy-egy ember sorsa, hanem egyáltalán az emberiség sorsa az hogyan és miként ragadható meg így a tudomány vagy bármi egyéb eszközeivel. Szóval szerintem egy egészen páratlan jelenség volt, és nagyon-nagyon ritka dolog az, hogy egy tudós, főleg akinek a alapvető kutatási terület ugye a középkor volna, hát az népszerű író tud lenni. Mert hogy ezt a kettőt elég nehéz így elsőre összefésülni, de ez neki sikerült. Emlékezzünk meg röviden az életéről, aztán szerintem néhány olyan dolgot említsünk meg vele kapcsolatban, ami azt gondolom, hogy
jellemezni tudja az ő egészen páratlan személyiségét. Ugye hát a születési ideje 1832. január 5, tehát ugye ebbe kapaszkodtunk bele, ebbe a dátumba. Úgymond most van egy évfordulója az ő születésének, vagy volt a múlt héten. Rögtön hozzáteszem, hogy az egyik kedvenc témája volt ugye az emberi butaság mentén az összeesküvés elméleteknek a különféle interpretálása, meg tálalása. És erről mindjárt szembe jutott egy olyan dolog, hogy mennyire érdekes belekapaszkodni bármibe, most picit elkanyarodva csak Ekótól. Egy egyszerű példa, a szarvasi Tessedik Sámuelnek volt egy fia, Tessedik Ferenc, aki 1800. február 22-én született, és akkor most kapaszkodjunk abba bele, hogy véletlen-e, hogy ha valaki 2022. második 22-én születik, annak pont 222 éve, 22. évfordulója lesz a születésének. Megragadható ez a véletlen szintjén, vagy nem? Megragadható. Vagy elmondásunk valami nagyon-nagyon magas összeesküvés, vagy valami hasonlót. Megragadható, egyébként számtalanszor írt ilyen burleskbe hajló, vagy ilyen bohózatba hajló kis jegyzeteket Umberto Eco, amiben ilyesmiket ragadott ki, hogy milyen messze van egy újságos bódé, mekkora a kerülete, és a többi, és akkor ez pont a nem tudom, melyik dómnak a kupolájának a méretével egyezik meg, és a többi, tehát ilyen véletlenszerű dolgokat, és ugye ez persze illik abba a sorba, amit te is mondtál, hogy és nyilvánvalóan eszünkbe jut a Fukuinga, ami ennek a legjobban kiteljesedett műve, mondjuk az ilyen összeesküvés elméleteknek. Abszolút, az egészet erre építi föl, ugye? És miközben például ez a példa, amit én előzettem, Tessedik Ferenc, ez egyszerűen a matematikában benne van. Tehát körülbelül annyi háttérhatalom szükségeltetik hozzá, mint mit tudom én, ahhoz, hogy a halak úszni tudjanak, azt tekintsük természetesnek, hát hasonlóan tekintsük ezt is természetesnek. De ugye az emberi elme az ilyen furcsa játékokra képes, és mindig minden mögött valami összefüggés sejt. Ugye kedvenc kocsmai anekdotám, mely szerint az egyik legszebb magyar szó az nem más, mint az anya, és mennyire érdekes, hogyha ebbe három betűt kicserélünk, és egyet elhagyunk, az jön ki, hogy sör. Ez nem lehet véletlen. Ugye? Igen, ez tökéletes. Mindazonáltal térjünk vissza Ekóhoz. Tehát ugye a születése az alapvetően nem predesztinálta őt arra, hogy egy ilyen sokrétű tudományos pályát fusson be. Alessandriában született, Észak-Itáliában, és az édesapja Giulio, ő könyvelő volt konkrétan, tehát akár azt is lehetett volna mondani, hogy elindul valamiféle nem ennyire humán pályán, de nem ez történt vele, és a Torinói Egyetemre járt, és a középkori filozófia szakot választotta. Hát középkori filozófia alapon nagyon kevesen válnak bestseller íróvá, de ezt róla nem lehet elmondani, hogy ne így lett volna. Egyébként alapvetően pedig szerkesztőként dolgozott, és a legkülönfélébb egyetemeken tartott aztán különféle órákat, meg előadásokat. Kiegyensúlyozott házas élete volt, feleségül vette egy német hölgyet, bizonyos Renate Rámgét, két gyermeke született, tehát tulajdonképpen semmi olyat nem lehet az ő életébe felsorolni, ami egyébként olyannyira jellemző a hőseire, vagy amit az úgymond művészekkel kapcsolatban szoktak felsorolni, hogy micsoda fantasztikus életet élt, izgalmas, meg nem polgári, ez róla abszolút nem mondható el, ő tényleg egy polgári életet élt. Itt nem véletlenül utaltam a könyvei számára erről a bizonyos 50 ezerre. Alapvetően hol Milánóban lakott, hol pedig Urbinóban a nyaralójában, és itt ezen a két helyen volt összesen körülbelül 50 ezer könyve. És járt Budapesten is egyébként, ha már megemlítjük, de számos helyen járt a világba. Na most, ami szerintem rendkívüli benne, az a következő, hogy miközben a doktori disszertációját egy echte középkori témáról írja, Aquinói Szent Tamásról, közben megcsinálja azt a dolgot, hogy belekóstol ugye az irodalomba is. És akárhogy is nézzük, ő világhírűvé mi által vált a Rózsa neve. A Rózsa neve, így van. A Rózsa neve révén vált. Ugye, ami egyszerűen regényként is megállja a helyét, és szórakoztató, és zseniális, de másfelől ugye azért ne felejtsük el a Sean Connery nevével fémjelzett filmet, és hogyha valaki belenéz ebbe a filmbe, vagy beleolvas a regénybe, akkor már is meg fogja látni azt a játékosságot, ami annyira jellemzi Ekót, hiszen gondoljunk csak bele, hogy hívják ugye a Connery által alakított hőst, aki a nyomozást vezeti az apátságba, ugye Baskerville Vilmos. Igen. Na és mire utal ezzel a Baskerville-lel? Hát természetesen a nagy nyomozóra utal. Úgy van, Sherlock Holmes-ra. És aztán van benne még egy áttételes nyomozás, mert ugye ott van a Baskerville Vilmosnak a segítője, akit úgy hívnak, hogy Watson, ami egy kis átvallással már is Watson doktorra. Igen.
utolvissza. De annyit hozzátennék, Csaba, hogy aki elkezdi forgatni a könyvet, már ha túljut az első 40 oldalon, ami puszta latin szöveg. Szóval így kicsit komoly akadályt támasztott az olvasóknak, gondolva arra, hogy kicsit megszűri őket szerintem. Egy kemény latin szövegen kell megharcolni. Miután... Ebben egészen biztos vagyok, hogy ez volt a célja. Tehát csinált egy olyan akadálypályát, amin, hogyha valaki átküzdi magát, akkor megkapja utolból a textusnak a többi részét, ami az egész egyszerűen krimiként is szórakoztató, minden tekintetben szórakoztató. Zseniális. Miközben azért ne felejtsük, hogy egy sötét történetet tálal. Igen, és ott van például még egy utalás, és én innen kezdtem el egyébként a másik könyvek, másik írónak, Jorge Luis Borgesnek a könyveit olvasni, ugye a Vak könyvtárosnak a személye, akit Burgoszi Jorge néven személyesít meg Eco, tehát zseniális. Igen, és ugye azt gondolom, hogy ő tulajdonképpen azt csinálta, amit Quentin Tarantino szokott, hogy minden filmjének szinte minden mondata, minden képsor egy-egy visszautalás egy korábbi filmre, ami azt mutatja, hogy Tarantinónak van egy rendkívüli filmes műveltsége. De itt egyetlen vágóképtől kezdve egy mondatig vagy egy szóig gondolok ilyen visszautalásokra, de ugyanez aztán abszolút megvan Eco-nál is. És az, hogy ő mennyire játékos figura, hát én azt gondolom, hogy az egyik legismertebb munkájú, ez a Hat séta a fikció erdejében. Igen, az zseniális. Na most nem biztos, hogy az ember erre a címre azonnal rádobná magát, hogy mi lehet e mögött, és valami nagy elméleti filozofálgatás sejtett mögötte, de abszolút nem, szerintem Eco ezt nagyon-nagyon gyakorlatilag közelítette meg ezt a dolgot. Ugye maga az a tétele, hogy tulajdonképpen amikor olvasok, akkor a olvasó és a szerző között létrejön egyfajta szerződés, aminek a lényege, hogy kijelöljük annak a világnak, annak az univerzumnak a kereteit, amelyik úgymond a műben létezik. Mire gondolok? Ha, mit tudom én, elkezdem olvasni a Gyűrűk urát, és előkerül egy gyűrűlidérc, akkor nem kezdek el felkiáltani, Istenem, milyen hülyeség ez, gyűrűlidércek nincsenek, mert abban az univerzumban gyűrűlidércek vannak, ugye? Igen. Mint ahogy a Csillagok háborújában vannak wookik. De ha a Financial Times kezdő rovatában, ahol mondjuk az angol gazdaságnak a várható eredményeit elemzik, majd közölnék, hogy megszólaltatták Csubakkát a wookit, vagy megszólalt egy gyűrűlidérc, akkor azonnal azt mondanám, hogy ne szórakozzanak már, hát ilyen nincsen. Ugye? És hogy hol vannak ennek a határai, és fölvetett benne egy konkrét példát, hogy amikor D'Artagnanék mennek Párizs utcáin a 17. században, akkor elkövetett úgymond egy hibát Dumas, nevezetesen egy olyan utcának a nevét említi, amit a 18. században neveztek el, vagy a 19. lévén, akiről elnevezték, most nem jut eszembe az illető neve, és nincs is jelentősége, a 18. században élt. Igen. Tehát itt van egy baki, de az átlag olvasó, sőt 99% az olvasóknak ezt nem fogja felfedezni, mert nem nyilvánvaló hülyeség. Nem annyira szembeszökő, mint hogyha azzal folytatná, hogy D'Artagnannal szembe jött az ördög két hatalmas szarvával. És hogy tulajdonképpen... Oldalán két forgótáras revolverrel. Példának okáért, vagy mit tudom én, Ülőbika szembe jött volna vele, és azt mondja, hogy gyere harcolj velünk Ülőbik hornál. Nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert Andrásnak szeretném ajánlani, hogy megszeresse Umberto Ecot, az egyik kedvenc könyvemet, a Bábeli beszélgetést, amiben különböző kis jegyzetekben elképesztő humorról tesz tanúbizonyságot. Egyik kedvenc kis novellácskám benne a Hogyan legyünk indiánok című, amiben Umberto Eco összefoglalja, ugye, hogy az indián nemzet sorsa alig, hanem megpecsételődött már. Ezért a társadalmi felemelkedésre vágyó indián fiatal számára az egyedüli lehetőséget az jelenti, hogyha egy western film szereplője lehet az indián, és e célból megfogalmaz néhány fontos dolgot. Tehát támadás előtt például sose támadjunk azonnal, néhány napi előnyt adva messziről hívjuk fel magunkra a figyelmet jól látható füstjelekkel, hogy a postakocsi vagy az erőd idejében értesíthesse a könnyű lovasságot. És még hasonló western filmekben elkövetett hibákat sorol fel. Jó, de ez ugyanolyan, mint a második világháborús partizán filmekben német őr mindig direkt a másik irányba néz. Így van. Mint ahol a bátor partizánok. Elég a Schwarzenegger filmekre gondolni, bizony, amikor két géppisztolyjal a kezébe szalad, és céloznia se kell, vagy akár Rambo esetében, mert a csúnya gonosz pont beleszalad abban a sorozatban. Így ugye? Van. Támadás magányos farm, vagy szekértábor ellen, András, 9. pont. Körbe lovagolva. Hallassunk kitartóan kojót kiáltásokat, hogy tudni lehessen, hol vagyunk. Ez egy nagyon fontos pontja, ahogyan legyünk indiánoknak. Oké. Okay. De ne bagatelizáljuk el az Umberto Ecoról szóló. De szerintem ez tökéletesen illik hozzá. Tehát egész egyszerűen ő ezeket a dolgokat olyan cinikus humorral tudta megfogalmazni, szerintem ez egyik legnagyobb varázslat benne, hogy emögött a humor mögött mindig rejlik egy jóval komolyabb mondandó. Ami
ami tényleg elgondolkodtatja az embert, hogyha mondjuk egy papucsállatkánál magasabb intelligenciája van. És aztán volt, hogy nyersebben fogalmazott, ugye egyik kései munkája a prágai temető, nem tudom, olvastátok-e. Igen. Ez is az összeesküvés elméleteket járja körül. És amikor ebbe az ember belefut olyan gondolatokba, ahol Eco tőle talán picit szokatlanul, de sokkal nyersebben fogalmaz, én elővenném az egyik olyan idézetet, ami valósággal fejbe kólintott, és nagyon szépen körbeírja azt a jelenséget, amivel napjainkban is lehet találkozni, hogy azt mondja, ha nincs ellenség, mivel biztassuk a népet? Valaki azt mondta, hogy a patriotizmus a csőcselék utolsó mencsvára. Akinek nincsenek erkölcsi elvei, az többnyire valamilyen zászlóba burkolózik. Aki nincstelen, az végső soron a nemzeti hovatartozásból merít magának előtt. A hovatartozás érzés viszont a gyűlöletből fakad, annak gyűlöletéből, aki más hova tartozik. A gyűlölet ápolandó polgári érzemény, az ellenség a népnek barátja. Mindig kell valaki, aki gyűlölhet az ember, hogy magyarázatot legyen a saját nyomorúságára. Na, ennek a mondatnak a szavai zuhognak le, mint ahogy József Attila írta, mint nagy darab kő a valóság. Igen, és meglehetősen időtálló gondolatok ezek, sajnos. Sajnálatos módon igen, egyébként ha már, akkor erről eszembe jut egy másik cinikus zseni, akitől nemrég megemlékeztünk, ez Friedrich Dürer, ő mondta egyszer azt, hogy hazának mindig olyankor nevezi magát az állam, amikor tömegmészárlásra készül. Igen. Ez is ott van nagyon, bizony. A nagy Romulusból egyébként... Itt is kalandozva, mert azt gondolom, most így nagyon kalandozunk, hadd idézzek egy másik kiváló embert, Niederhauser Emil tanárról, egyik legkiválóbb oktatómat, Isten nyugosztalja, akinek egyszer föltették a kérdést, hogy mi a különbség a nyelv meg a nyelvejárás között, mert ő a cigarettájába beleszívva csak annyit mondott, hogy az, hogy van-e a gondolat mögött ütőképes hadsereg. Zseniális. No, hát erről ennyit. Visszatérve egy picit, ugye a Rózsa nevét említetted 1980, igen. De ugye volt neki korábban még két műve, ami elég nagy ismertségre tett szert, vagy egy széles körben terjedt el. Az egyik kedvencem a 77-es a Hogyan írjunk szakdolgozatot, amiben kísérletet tesz arra, hogy bebizonyítsa, hogy talán nincs is izgalmasabb dolog annál, mint hogy szakdolgozatot írjunk. És konkrétan egy ilyen útmutatót fogalmaz meg, hogy hogyan kell ezt megírni, ami egyébként teljesen helytálló és zseniális. Most az a legszebb, hogy ezt így konkrétan leírta, hogy ez a világ egyik legizgalmasabb dolga, ha ugyan nem a legizgalmasabb, ugye ezzel indít. Tehát, hogy akkora mázlid van, öcsém, hogy szakdolgozatot írhatsz, hogy azt le nem tudom írni, csak te még nem érted, de meg fogod érteni. És az a vicc, hogy egyébként tényleg használható az útmutatója. Tehát igen. Gyakorlatban ez egész. Ezt akartam kérdezni, hogy hely, ha előbb találkozom Umberto Eco-val. Akkor ma máshogy néz neki a Vidrató gazdasági szerepének vizsgálata című tudományos munka. Kérlek, a Pennámból. Írjál róla egy recenziót, mint ahogy egyébként azzal is szórakozott ő pont a bábeli beszélgetésekben, hogy különböző ismert műveknek megírta az ilyen szerkesztői recenzióját, mint hogyha benyújtották volna hozzá az ő könyvkiadójában. És itt a kedvencem, ugye hát kezdte a Bibliával, ami óriási. Tehát ha azt elolvasod annak a recenzióját, akkor potyognak a könnyeid. És a nagy kedvencem volt, mint angol szakosnak, a James Joyce Finnegan's Wake recenziója, amiben azt írta, hogy tessék megmondani a szerkesztőségnek, hogy máskor jobban figyeljenek, amikor lektorálni valót küldenek. Én angolos lektor vagyok. Ez a könyv pedig a franc tudja, miféle nyelven íródott, mellékeltem vissza is küldöm. Aki ismeri Joyce munkásságát, az pontosan tudja, hogy miről beszél. Hát kérem szépen, most jelent meg egy Pappalardo nevű szerzőnek, aki Amerikában oktat, de egyébként, ha jól tudom, Trieste-i születésű egy könyve arról, hogy Trieste példáján, ami ugye valójában a szláv, a német és a olasz kultúrának így a meccéspontján helyezkedik el, bizonyos Trieste-i illetésségű szerző, például Italo Svevo, vagy Robert Musil, és James Joyce, aki egy darabig ott élt, hogyan próbálják elképzelni azt a fajta nem annyira nacionalista Európát, mint ami aztán létrejött. És egyébek mellett pont erről ír, hogy ez a trieste-i sokrétű tudat, ez hogyan épül be James munkáiba, amitől aztán őt nehéz megfogni akár írként, akár angolként, mert hát egy picit vegyesebb a történet, hogy finom legyek. De még mindig vissza a kóhoz. Hát például írt ilyen könyveket, nem tudom, látszik-e, mi itt a kezemben van. Azt most így nem látom. Mondom, a legendás földek és helyek története. Ja, igen. Tehát amikor fogja magát, és a múlt héten Lúnyai Menyhér kapcsán említett kontrafaktualitás jegyébe megírja olyan teremtmények, illetve helyek történetét, amik igazából nem léteztek. És akkor fel lehet tenni a kérdést, hogy van-e ennek értelme? Na most nem olyan régen, tehát most már van annak 20 éve, de lehet, hogy több, egy Alice Turner nevű szerző megírta a pokol történetét, és ő azzal kezdte, hogy tisztázzuk, álláspontom szerint a pokol nem létezik, na de az nem azt jelenti, hogy nincs történelme. Uh-huh. És hát a Baudolino-ból ugye tudjuk, hogy fontosak ezek a helyek, nagyon is.
Hát igen, hogy a fenében ne? És ugye, hogy tudatot meghatározó dolgok lehetnek ezek, megint csak picit visszakanyarodva erre az előbb említett Pappalardo nevezetű szerzőre, ő például leírja, hogy Triestben volt egy olyan eredett történet, hogy Triestet föníciaiak alapították, már pedig mindenki görög meg római szeretett lenni, a föníciaiak azik ilyen csúnya kereskedő nép szemben állnak az európai kultúrával, és hogy ez hány trieszti embernek adott a 19. században komoly öntudatot, hogy én föníciai eredetű vagyok, ami meghatározta aztán a 19.-20. századi gondolkodók sorának a világképét, miközben nem volt valós alapja. Tehát az, hogy önmagában valami nem létezik, nem azt jelenti, hogy nem befolyásolja az emberiség történelmét, és abban a pillanatban Eco képes volt elszakadni attól, amitől nagyon sok történész nem, hogy ami legenda, azzal nem foglalkozunk, az fölösleges. Mert az nincs, az az irodalomtudomány tárgykörébe tartozik. Hát nyilván nem így van, hanem összefüggenek a dolgok, és akkor fogja magát és ír egy ilyen könyvet, mint ami a kezembe van. És jól lehet, ezek a helyek nem léteztek, de történetük csak úgy, mint a pokolnak, ezeknek is van, és ebben a könyvben ugyanolyan szórakoztatóan kézen fogja az olvasóját, mint annak idején, ugye a Dante isteni színjátékában történik, és végigvezet ezeken a helyeken, és megpróbálja meghatározni igen sikeresen azt, hogy egyáltalán ez hogyan és milyen befolyás gyakorolt az emberekre. És ez a játékosság az, ami mindig mindenhol megfogható nála, és szerintem ez ott futott csúcsra, amikor elmondja, hogy fogadást kötött egy barátjával, hogy a barátja kiagyalja a tökéletes gyilkosságot, mégpedig olyan formában, hogy megírja, hogy hogyan ölte meg Umberto Eco-t. És a cimbora még azt is megbeszélte vele, hogy nem tudom, melyik irodalmi labba fogja ezt lehozni novellaként. És a tökéletes gyilkossága következőképpen nézett ki, kivont a nőstény darazsak feromonját valamilyen módon a gyilkos, ezt belerakta Umberto Eco fogkrémébe, és amikor neki áll fogatmosni, az összes hímnemű darázs belerepült a szájába, és értelemszerűen ennek következtében Umberto Eco meghalt. Tehát ez a novellának a tárgya. Ez megjelent a nem tudom melyik labba. És itt kanyarodunk ahhoz vissza, amit az elején, a beszélgetés elején mondtunk, hogy Eco azt mondja, hogy van egy szerződés az olvasó meg a szerző között, hogy miután megvette ezt a lapot és elolvasta, és nagyon jól szórakozott rajta, hogy ez tényleg egy egészen jól kimódolt gyilkosság, elindult reggel az egyetemre, beült a kávéházba, és a pincér ránézett, hogy Istenem, professzor úr, hát ön él, jaj, úgy megijedtünk. És nézett rá, hogy ez hogy lehet, majd leesett neki a tantusz, hogy nyilván a pincér is olvasta a lapot. És egyetlen dolog miatt gondolta azt, hogy becsaphatta őt ez a híradás, hogy nem figyelt arra, hogy ez az irodalmi rovatban jelent meg, hanem csak és kizárólag arra figyelt, hogy ez egy komoly újság. De figyelmen kívül hagyta a rovat címet. De úgy volt vele, hogy jó, hát a pincér, figyelmetlen. De bement az egyetemre, és az egyetemen ugyanolyan megdöbbent örömmel fogadták, hogy Istenem, hát életben van. És innen jutott vissza oda, hogy tulajdonképpen azt láthatjuk, hogyha valami egy nagyon komoly terepen jelenik meg, és egy tekintélyes napilapba, vagy hetilapba, akkor jóval nagyobb súlyt kölcsönzünk, vagy tulajdonítunk annak a hírnek, mint hogyha valami a meserovatban jelenik, vagy Horribile Dicto az interneten. Igen, nagyon érdekes. Abszolút. Sokat foglalkozott ezekkel. Ne hagyjuk ki azt, ha már itt a gyilkosságról volt szó, vagy olyan történetekről, amiben belekeverte saját magát, hogy a 2004-es könyv a Loanna királynő titokzatos tüze, az egészen döbbenetes annak tükrében, hogy ugye nem sokkal később elhunyt Umberto Eco, de visszaolvasva hátborzongató, hogy mintha saját halálát dolgozta volna fel, a teljességgel, az emlékeivel, mindennel, ami a gyerekkora és a visszaemlékezései. Ez szerintem benne van ebben a könyvben, elvégre sajnos az ő halálát rák okozta, amivel 2 évig harcolt, vagy talán tovább is, úgyhogy én egyáltalán nem tartom lehetetlennek, hogy ez valóban egyfajta ilyen búcsú mű volt. Gondoljunk itt David Bowie egyik utolsó videóklipjére, amit hasonló módon lehet értelmezni, nem lehet tényként állítani, de lehet értelmezni. Jó, mondjuk sokkal korábban volt, de ettől függetlenül olyan érzése van az embernek. Valószínűleg a betegség már megfogalmazta ezt a gondolatsort, és kellett, hogy kiírja magából. Ez abszolút feltételezhető nála. Uh-huh. És ne felejtsük el azért, hogy a Fukuingában is megjelenik az ő alter egója, tehát ő nagyon előszeretettel merített a saját életéből, a saját élettapasztalatából. És egyébként pedig, hogyha megpróbáljuk azt megnézni, hogy mennyire sokrétűen tudod gondolkodni, nekem mindig eszembe jut egy történet róla, elmondja, hogy van egy planetárium, ahova ha valaki belép, és megfizeti a belépőt, akkor beállítják a feje fölött a csillagos eget, annak alapján, hogy hol született, és melyik napon, és melyik órában, sőt melyik percben, olyanra, amilyen akkor volt, amikor ő megszületett. Tehát tulajdonképpen az ember újra élheti a születése pillanatát, hogy fölnéz az égre, mert meglátja a csillagoknak azt az állását, ami pont akkor, amikor ő itt a Földön
először kinyitja a szemét és rácsodálkozik erre a világra. És itt véget is érhetne ez a gondolat, mert ez már magában költői és szép, de ekkor rögtön csavar rajta egyet, és azt mondja, hogy de tulajdonképpen nem élhetem újra a születésemet, elmondom miért. Ugyanis abszolút nem emlékszem rá. Következősképpen, miközben úgy megyek be, hogy újra akarom élni, teljesen új élmény vár rám, mert lövésem nincs arról, hogy milyen volt az ég akkor, amikor megszülettem, nem emlékezhetem rá. Tehát az az ő írói sikerének szerintem az egyik titka, hogy amikor úgy tűnik, hogy leteszi a voksot valahova, akkor rögtön azonnal bedob egy másik érvet, aztán megint egy ellenérvet, meg megint egy ellenérvet, és a végén nem oda jutunk el, hogy a bizonyosságnak a boldogságait uralkodik bennünk, hanem az, hogy újabb és újabb kérdések súlya nehezedik ránk, és mindezt úgy csinálja, hogy tényleg mosolyog közbe, de a végén ez a mosoly egy picit így megmerevedik, és marad a gondolkodás, hogy na hát akkor hogy is van ez az egész dolog. És ezt tudja ő valami egészen remek módon előhozni. Ez igaz a regényeire, de igaz a történeti munkára is. Szerintem egy páratlan zseni volt, nem tudok más mondani rá. Ez biztos. Tényleg ajánlom mindenkinek, aki ismerkedni akar, hogy a jegyzeteket, vagy a rövidebb műveket, összefoglaló könyveket olvassa, a hat fikciót, vagy a bábeli beszélgetés. Nekem az egyik kedvencem, amit állandóan újraolvastam rövid sztorit, ez a tautológiáról ugye szóló kis sztori, a Buddhiggatja gondolatvilága, aki egy szvámi lett Buddhiggatja, született Bora Bora 1818, ugye itt az ismétlések, meghalt Baden Baden 1919. Ő volt a tautológia iskola megalapítója, aki az alapelvei az volt, hogy amit mondtam, megmondtam, ez volt a munkájának a címe, amiben összefoglalta a filozófiáját, a lét az a lét, az élet az az élet, a szerelem az a szerelem, ami tetszik, aki teszi, az teszi, és a semmi semmiz. És ezzel ugye megmondta. Na most nyilván sajnos az egyik tisztviselője ennek a már egyházán gyűlt közösségnek lelépett a kasszával később, mert azt mondta, hogy a pénz az pénz, és sajnos így tönkrement ez az egész tanítás. Most egyébként ezt tényleg hihetetlen jellemzően, hogy is mondjam, csak nem volt benne rossz értelemben vett tekintélytisztelet. Mindenhez úgy nyúlt hozzá, hogy nem nézte le, vagy nem vetette meg a kutatásai tárgyát, semmilyen nem volt benne, tehát egy nagyon humánus emberről beszélünk, de képtelen volt nem humorral viszonyulni valamihez, és egészséges kritikával. Tehát ez valami egészen szórakoztató tud nála lenni. És hát ha már itt emlegettük megint ezt a számmisztikát, ami ugye szegény Tessedi Ferenc kapcsán is előjött, akkor megint egy súlyosabb idézetet hadd mondjak tőle, ami azt gondolom, hogy 2022-ben roppant aktuális. Nevezetesen, az összeesküvés szindróma egyfajta társadalmi betegség. Sokan képtelenek elfogadni a megtörtént esetek triviális magyarázatait, inkább valami okkult hatalom kezét látják a dolgok mélyén, és hát ezzel a lehetős felelősségek alól is remekül el lehet menekülni. Nem, ez nem a mi hibánk, hanem a tudott kié. Hát így megy ez. Az a szomorú, hogy 2022-ben az internet révén soha nem látott lehetőség van tudást szerezni bárkinek. Most ehhez képest azt tudjuk, hogy azon a csatornán, amin az okosság megy, azon megy más is. És innentől kezdve az ember maga dönti el, hogy mire nyitja ki a fülét, és mire nem. Hát érdemes ezen elgondolkodni. Én azt gondolom, hogy Echo, miközben roppant szórakoztatóan írt, azért érezte a lét súlyát. Tehát, hogy milyen világban élünk mi. Az más kérdés, hogy mint annyi más cinikus ember, ő is képes volt orvosolni ennek a fájdalmát a humorral, és képes volt arra, hogy a gondolatait abba az irányba sorakoztassa fel, hogy másokat is erre ösztönözzön. Azt gondolom, hogy mintaszerű élete volt. 86 év adatott neki, ha jól számolom. Én nagyon-nagyon sajnálom, hogy már nincs köztünk. Nagyon kíváncsi volnék rá például, hogy mit írna erről a jelenlegi pandémiás helyzetről. Sajnos ezt már nem fogjuk majd tudni. Hát figyelj, igazad van. Másrészt meg, hogyha kutakodunk az írásai között, akkor megtaláljuk a válaszokat ezekre is, mert elég sok mindenről írt, ami nagyon-nagyon emlékeztet a mostani korra. Úgyhogy hát érdemes olvasni, ugye mást nem tudunk mondani. Nem véletlenül vettem elő ezeket a idézeteket tőle, mert miközben ő ezeket leírta évekkel, sőt évtizedekkel ezelőtt, az ember egész egyszerűen úgy érzi, hogy ezek most születtek meg ezek a sorok. De hát ebből két dolog derül ki, áll egy a történelemben bizonyos dolgok ciklikusan ismétlik magukat, másrészt meg a zseni a zseni. Az látja a lényeget. Csaba, nagyon szépen köszönjük, ezt még bőven tudnánk folytatni, de hát ezt majd megtesszük egyszer máskor, mert most nincs már rá több időnk, így is nagyon jó kis Umberto Eco emlékezést kanyarintották ide nekünk. Köszönjük szépen! Ez közös munka volt, hadd mondjam így, és ennek nagyon-nagyon örülök. Mindenkinek javaslom Umberto Eco minél több munkájának az olvasását. Szórakoztató és tanulságos. Köszönöm a figyelmet nektek! Katona Csaba történész beszélt nekünk Umberto Eco-ról. Ráemlékeztünk Mesél a múlt rovatunkban. Mesél a múlt rovatunk hangzott el.
Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedd reggelenként a Millás reggeliben. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatása.